Igazából nekem ez az egész önkénteskedés onnan indult, hogy én 2005-ben elnyertem egy ösztöndíjat, Tájföldre mentem ki, mint cserediák, és ez az IFS önkéntes alapítvány által mehettem ki, mint cserediák. És hazaérve pedig csatlakoztam hozzájuk az önkéntes szervezetükhöz, és a mai napig besegítek nekik, ha jönnek ide tájok, vagy egyéb más nemzetiségű diák, segítek a beilleszkedésében, plusz programszervezéseiben. Utána csatlakoztam az EGRI Családsegítő Intézethez, ami pedig ilyen roma programokkal foglalkozik. És általuk pedig a Kárpátok Alapítványhoz csatlakoztam, ami pedig a Kárpátok régióban élő romák esélyegyenlőségével. És ezáltal indult el igazából az itthoni önkénteskedésem, hogy minél több szervezetnél már önkéntesen tevékenykedtem aktívan. És ezután csatlakoztam igazából, amiben nagyon aktívan részt veszek, az UTCU Informális Oktatási Alapítványhoz, amely egy ilyen zsidó alapítvány indítatásából ered. Mert ugyanis nekik volt meg ez az egész alapkoncepció, hogy iskolákba járnak középiskolákba, és előadásokat tartanak, informális órákat a zsidóságról. Teljesedett ki ez az egész önkéntes tevékenységem az utcánál, hiszen már számtalan ilyen középiskolában tartottam ilyen informális oktatást, és így az utolsó két órán láttam azt, hogy a diákok elkezdenek gondolkozni, és felveszik azt az attitűdöt, amit mi feléjük mutatunk, a kritikai gondolkodást. Én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy különböző etnikumok, nemzetiségek egymás között tudjanak élni, nagyon fontos az, hogy megértsük egymás kultúráját és élethelyzetét is.